Isten hozott benneteket újra, így a keleti vallások szemináriumon. Következőt fogjuk csinálni. Ha nem vettetek még magatoknak jegyzetet, akkor most oldalt lehet jegyzetet venni. Tehát, hogyha esetleg nem voltatok tegnap, akkor érdemes most kirohanni, hogy ne kelljen közben kirohanni. Itt oldalt vannak lapok kirakva, igazából egy oldal, ilyen kis köröcskékkel az, amit tegnap kiadtunk. Most így egyszerűbb, mint hogyha elkezdenénk osztogatni. Ha akartok, vehettek tiszta lapot is, hogyha kell jegyzetelni, rátok bízom. Jól van. Na, tehát Isten hozott mindenkit, még egyszer, és akkor folytatnánk ott, ahol tegnap abba hagytuk. Ha valaki, ezt ugye el fog mondani pár szó, hogyha valaki nem volt itt, vagy lemaradt egy alkalomról, föl vannak véve az alkalmak videóra is, és a www.golgota.tv-n le lehet tölteni őket. Én imádkozom így kezdetként egyet, jó? Mennyi Atyám, én köszönöm, hogy itt lehetünk, és én hálás vagyok, Uram, a jelenlétedért, és kérlek, áld meg ezt az alkalmat, áld meg ezt a mai napot. Kérlek, tölts ki a lelkedet, és Uram, vezess mindnyájunkat közelebb a Te igazságodhoz. Amen. 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 Át is adom a szót Alice Potternek. I see that we have the strong and the intelligent remaining. Látom, hogy a kemény mag és az intelligens közönség megmaradt ma estére. And I am not totally sorry we are fewer people because it will remain cooler. És nem aggódom amiatt, hogy kicsit kevesebben vagyunk ma este, mert egy picit hűvösebb marad a terem. As usually Jesus only had 12. Jézus általában 12 emberrel vette körül magát. So I am overabundant of disciples. Nekem meg a tanítványok sokasága jutott. Yes, yesterday we began to talk about these circles. Tegnap elkezdtünk beszélni ezekről a körökről. And I think we said as much about the first circle as we need to say. És úgy gondolom, hogy elmondtuk az első körről körülbelül mindazt, amit el kell mondani. So maybe we can move on to the second circle. Úgyhogy talán akkor most átérhetünk a második körre. I will decorate it. És most kidekorálom. Do you recognize this symbol? Felismeritek ezt a jelet? It's not exactly correct, but probably you've recognized the symbol. Lehet, hogy nem tökéletesen pontos, de felismerhető a szimbólum. It's the umyang, the yin and yang. Ez a yin and és yang. You say yin and yang, yin and ying. Ying. Oh, you say ying. Ying és yang. Ying and yang. Okay, yin yang. In Korea, they say umyang. In Korea, they say umyang. Koreában ezt a... You don't hear me. I have to come back. Now, good. You remember in the first circle, the idea is that the original perfection is unity. Emlékezzünk arra, hogy az első körben az eredeti tökéletesség magában az egységben van. We suffer
because the illusion of diversity has come into our consciousness. És szenvedünk, mert a tudatunkba eljutott a változatosságnak, sokszínűségnek az illúziója. Salvation is to wake up from the bad dream. Az üdvösség pedig, hogy felébredünk a rossz álomból. Into the original perfection of perfect unity. És ráébredünk újból a tökéletes egységre. The second circle is also very old. A második kör is nagyon régről ered. And it probably began in China. És valószínűleg Kínából indult el. Where people a long time ago looked around themselves. Ahol az emberek nagyon régen körbenéztek. And they observed and experienced that in reality there are many opposites. És megfigyelték, azt tapasztalták, hogy a valóságban nagyon sok ellentét van. There is light and dark. Van világos és sötét. And hot and cold. Forró és hideg. And sharp and dull. Éles és tompa. And sweet and bitter. Édes és keserű. And male and female. Férfi és nő. And wet and dry. Nedves és száraz. And up and down. Fent és lent. Reality is full of opposites. A valóság tele van ellentétekkel. Mm-hmm. And they experience that when the opposites are in balance or harmony with each other. És úgy tapasztalták, hogy amikor ezek az ellentétek egyensúlyban vannak egymással, life is better. Akkor jobb az élet. And when there is unbalance or disharmony, we suffer. És amikor ez az egyensúly kibillen, vagy diszharmónia van, akkor pedig szenvedünk. So if the weather is too wet, we suffer. Úgyhogy ha az időjárás túl nedves, akkor szenvedünk. If the weather is too dry, we suffer. Ha túl nagy a szárazság, akkor is szenvedünk. And the same with the other opposites. És ugyanígy működik a többi ellentétes pólus. Now, they didn't have these experiences because they were eating funny mushrooms. És ezt nem azért tapasztalták, mert ilyen furcsa gombákat ettek. We also have these experiences. Ezt mi is megtapasztaljuk. It's a normal human experience. Ez egy normális emberi megtapasztalás. It's something that we all have in common. Egy olyasmi, amiben megegyezünk mindannyian. And we don't need to argue or debate or convince about these things. És nem kell vitatkoznunk erről, vagy nem kell meggyőznünk a másikat erről. We have them together. Mert ez jelen van. Then later on, in terms of their meaning and perhaps solution, there will be differences. És aztán, hogyha áttérünk arra, hogy ezeknek mi a jelentésük, az értelmük, akkor lehet, hogy különbözőségbe ütközünk. Uh-huh. So they reasoned that the original perfection is the perfect balance of equal opposites. Tehát úgy gondolkoztak, hogy a tökéletes egyensúly ezeknek az ellentéteknek az a maga tökéletesség. We suffer because imbalance, disharmony has come into reality. És azért szenvedünk, mert a valóságba behatolt ez a az egyens ez a egyensúly felbomlás. The solution is to restore the balance. És az a megoldás, hogy helyreállítjuk ezt az egyensúlyt. And there are various therapies. És különböző terápiák vannak erre. There is macrobiotic diet. Például ilyen mikrobiotikus táplálkozás. Feng shui. Feng shui. You know this architectural principle of balancing. Biztos ismeritek ezt a építészeti egyensúlyozási rendszert. And many such practical, social, dietary ways of bringing balance and harmony into reality. Sok gyakorlati és ilyen társasági módszere van annak, hogy az ellentéteket hogyan tudjuk egyensúlyba hozni. Mm-hmm. There is an effort to balance the present with the past. Például
megpróbálják a múltat és a jelent is egyensúlyba hozni. So there is an honoring of the ancestors and the old people. Ilyen módon az ősöknek a tisztelete nagyon fontos. To retain a connection. Hogy megtartsák ezt a kapcsolatot. And this can be quite good. És ez elég jó is lehet. And maybe in our postmodern culture, it would be healthy to have more of this. És lehetséges, hogy a posztmodern kultúránkban ebből több is jó lenne. It can also be not so good in that it prevents progress. De lehet, hogy abból a szempontból viszont nem jó, hogy az előre mozdulás, az előre haladásnak az akadálya lehet. But it is an effort that is made in the second circle. De ez egy olyan erőfeszítést, ami a második körben levő világnézetet gyakorló emberek tesznek. Let me give you a big example of the differences between our Western culture and a culture that lives in the second circle. Hadd mondjak egy példát a között, amilyen a világnézete azoknak az embereknek, akik a második körben gondolkoznak, és a mai nap emberének. The area I have in mind is healthcare. Például az egészségügyben. In the West, we have medicine. Például nyugaton ugye megvan a gyógyszeres kezelés lehetősége. What is the Hungarian word for medicine? Gyógyszer. Ah, so that's quite different. Sounds like an Indo-European word to me. In most European languages, which are of course inferior to Hungarian, a legtöbb más európai nyelvben, mely természetesen a magyar nyelvtől messze elmarad, a very common word for healthcare is medicine. Sokszor a gyógyászatra azt használják, hogy medicine. And this word comes from an Italian family. És ez egy olasz család nevéből származik ez a szó. The Medici family. A Medici családéből. And the Medici are most famous for being bankers. És a Medici család, ők híres bankárok voltak. In their coat of arms there are three golden balls. És a családi címerben van három kör. And in many traditional symbols of banking and pawn shops where you take something and then you can take it back. A pawn shop where you take something and they give you some money and then you can buy it back. A tradicionális zálogházakban, ahol valamit elviszel, és akkor pénzre cseréled, majd visszaviheted. The symbol of such a shop is three golden balls over the door. Az ilyen üzleteknek a szimbóluma általában három kör. The original meaning of the original meaning of the golden balls is not the gold of banking. Az eredeti értelme ennek a három aranylabdának nem maga az arany. Because the Medicis made their first fortune in pharmaceuticals. Hanem tulajdonképpen az, hogy a Medici család a vagyonuknak a vagyonukat a gyógyszerészetből nyerték. So these three golden balls are really pills. Úgyhogy a három arany kör vagy aranylabda tulajdonképpen tablettákat jelent. Drugs, medicine. Ilyen gyógyszer tablettát. That turned into gold for the Medicis. Ami aranyjá vált a Mediciek számára. And this is the beginning of the pharmaceutical industry in Europe. Európában így indult el a gyógyszeripar. The pharmaceutical industry is very rich and very powerful. A gyógyszeripar nagyon hatalmas és erős. And if you study medicine, your studies are at least partly paid for by the pharmaceutical companies. És hogyha gyógyszerészetet tanulsz, akkor részben a gyógyszergyárak fizetik a te oktatásod költségeit. If you are a doctor, the pharmaceutical companies
take you on all expense paid conferences into nice places and nice hotels. Hogyha orvos vagy, akkor ezek a gyógyszergyárak elvisznek ilyen különleges utazásokra, ahol állják a szállásodnak a költségét is. They supply you with equipment and free samples of medications. Ellátják az orvosokat mindenféle ingyenes mintával és eszközökkel. And in return, medical people are very loyal to the pharmaceutical industry. Cserébe ezért az orvosok nagyon hűségesek a gyógyszeriparhoz. So if a medical person begins to be interested in prophylactic diet. Úgyhogy ha ez az orvos elkezd érdeklődést tanúsítani például az ilyen megelőző diéták iránt. Then this creates a difficulty in the medical profession. Akkor ez egy problémát okoz a gyógyszerek világában. Because it is disloyal and separating from the grandfather of the pharmaceutical industry. Azért, mert ezzel elválasztja magát a gyógyszeriparnak az ősatyától, és úgymond hűtlenné válik. Okay. Our culture is based intellectually on Aristotle and Descartes. A kultúránk alapvetően Arisztotelész és Descartes logikájára épül. We think linearly. Lineárisan gondolkozunk. And so our medicine, our healthcare concentrates on problem solving. Éppen ezért a mi gyógyászatunk az a problémák megoldására koncentrál. And it is very good at it. És nagyon hatékony ebben. I have had medical problems with my health, and the medical people have solved the problems. Nekem is voltak egy egészségügyi problémáim, és az orvosok pedig megoldották. So that is Western healthcare. Ez a nyugati típusú egészségügy. When there is a problem, we learn to solve it. Amikor van egy probléma, akkor megtanuljuk megoldani. With surgery and pharmaceuticals. Gyógyszert kap a beteg, és egy műtétet végeznek rajta esetleg. The healthcare that has developed from this worldview, az a fajta gyógyászat, ami ebből a világnézetből származik, has not been aleatory, as our medicine is. Az nem ilyen elidegenítő, mint a mi gyógyászatunk. Our medicine is against fever, against inflammation, against infection, against the various problems that happen. A nyugati gyógyászat valami ellen dolgozik, például a gyulladás ellen, a láz ellen, maga a probléma ellen tesz valamit. And we think in terms of the doctor fighting against something for the patient. Úgy gondolkozunk, hogy az orvos szinte harcol a betegséggel és tesz valamit a betegért a betegség ellenében. And the patient fighting against the problem that they have. És a beteg is szinte legyőzi a betegséget, ami kialakult. The goal is victory. Az a cél, hogy legyen egy győzelem. That the problem will be defeated and there will be health. A problémát legyőzzük, és így egészségesek leszünk. And this is very effective. És ez nagyon hatékony. In this worldview, ebben a világnézetben viszont, the healthcare is harmonic. A gyógyászat harmóniára épül. They work toward balance and harmony. Azért dolgoznak, hogy újból egyensúlyt alakítsanak ki. They don't work to defeat. They work to bring into harmony. Nem azért dolgoznak, hogy valamit legyőzzenek, hanem hogy egy harmóniát hozzanak be. So their work is not so much problem solving as problem preventing. Úgyhogy így a feladatuk nem annyira a probléma legyőzése, mint a probléma megelőzése. Traditionally in the healthcare of this second circle, if a serious problem develops, not much can be done about it. Viszont, hogyha ebben a hagyományos értelemben gyógyítanak, és egy nagyon komoly betegség alakul ki, akkor nincsen meg az eszközük, amivel segíthetnének a betegen.
But fewer problems develop. Viszont kevesebb probléma alakul ki. Because of the prophylactic diet, principally. A megelőző diéta miatt. So we have these two systems. One solves problems and one prevents problems. Úgyhogy két rendszert figyelhetünk meg, az egyik, ami a problémát megoldja, a másik, ami a problémát megelőzi. And when you consider Western and Asian people, és amikor a nyugati vagy az ázsiai emberekre gondolunk, the Asian people don't seem to live shorter, sicker lives than the Western people. Akkor az ázsiaiak nem betegesebbek, vagy nem élnek rövidebb életet, mint a nyugati emberek. It seems to be about the same. Hanem úgy tűnik, hogy körülbelül ugyanaz az arány. But there comes to be an evangelistic, apologetic problem. Viszont felmerülhet egy ilyen hitvédelmi, apologiai probléma. Because we in the West, like everybody else, are egotistical. Azért, mert mi nyugaton, mint mindenki más, nagyon önközpontúak vagyunk. And we think God gave us aleatory medicine. És úgy gondoljuk, hogy Isten egy ilyen hatékony gyógyszert ad a kezünkbe. And we think you can read about it in the Bible, in the book of Second Hesitations. És ebbe a második kétségek könyvébe olvashatunk erről. But that's not necessarily true, you see. De persze ez nem igaz. Yeah. We think a lot of culturally oriented things about reality. A kultúránkat sokszor nagyon a valóságot sokszor nagyon a kultúránkon keresztül látjuk. I am a musician. Én zenész vagyok. Most Western Christian musicians. Most Western Christian musicians and many Asian and African Christian musicians. Nagyon sok nyugati keresztény zenész és nagyon sok ázsiai vagy afrikai keresztény zenész is. Believe that Johann Sebastian Bach is the 13th apostle. Hiszik azt, hogy Johann Sebastian Bach a 13. apostol. And that the diatonic polyphonic system of music is ordained by God. És ezért a polifónikus zenét Isten rendelte el. We believe that the 11th commandment says thou shalt divide thy octave into 7 unequal steps. És úgy gondoljuk, hogy Isten 11. parancsolatként azt mondta, hogy az oktávot oszd 8 egyenlő részre. It doesn't actually say that. It does not actually say that. The Bible does not have an 11th commandment that says. A Bibliának nincs persze egy ilyen 11. parancsolata. Okay. So there are many things that we believe are from God, belonging to reality, that are really cultural. Tehát úgy gondoljuk, hogy sok minden Istennek a rendelése, miközben ez csak a kultúránkból adódóan gondoljuk így. The world gets smaller. A világ egyre kisebb lesz. And you meet more and more people from the first two circles. És az első két körben levő emberekkel egyre gyakrabban lehet találkozni. And you want them to come into the third circle to be with Jesus. És szeretnénk azt, hogyha a harmadik körhöz tartoznának és találkoznának Jézussal. What I'm trying to help you do with this lecture is to discern, to begin to discern, what differences between you are cultural and what are basically human differences. És szeretném, hogyha az előadásom segítene nektek abban, hogy ráébredjünk, hogy mik azok a különbségek, amik kulturális különbségek, és mik azok, amik emberi különbségek. Because if we try to get people to change their habits, their dress, their food, the various ways they do things to be
the Western ways, because the Western ways are Christian. Mert hogyha megpróbáljuk az emberekre rákényszeríteni azt, hogy változzanak meg akár az étkezési vagy az ruházkodási szokásaikban, mert hogy a kereszténység az egy nyugati, mert mi nyugati módon gondolkozunk keresztényként. We can create a lot of confusion. Akkor nagyon sok zavart okozhatunk. So I want to help you move into the direction of seeing the fundamental differences. Úgyhogy szeretném, hogyha elmozdulnánk abban az irányba, hogy az alapvető különbségeket megértenénk. And not the surface cultural differences. És nem a felszínen levő kulturális különbségeket. The surface differences are a matter of taste. Mert hogy a felszínen levő különbségek az ízlés dolga. That comes from our cultural background. Ami a kulturális hátterünkből adódó. And being a Christian is not a matter of taste. Viszont az, hogy keresztények vagyunk, az nem ízlés dolga. Or particular culture in detail, it's a deep matter of humanness. Vagy nem egy bizonyos kultúrának a terméke, hanem egy nagyon mély emberi dolog. The Romans had a proverb about taste. A rómaiaknak volt egy mondásuk az ízléssel kapcsolatban. They said, de gustibus non est disputandum. It means taste is not debatable. És ez azt jelenti, hogy az ízlésről nem lehet, az ízlés nem vita, nem vitatható, vagy nem tudunk beszélgetni az ízlésről. If you tell me your favorite color is red, hogyha azt mondod, hogy a kedvenc színed a piros. And I tell you, you are wrong. I must help you to change. És azt mondom erre, hogy hú, nagyon tévedsz, segítenem kell, hogy megváltozz. This is ridiculous. Ez nagyon vicces. But it happens that Christians approach other people in terms of taste and culture rather than basic humanness. Viszont gyakran előfordul, hogy a keresztények a kultúrájuk és az ízlésük alapján viszonyulnak máshoz. We worship our taste. Mi imádjuk az ízlésünket. I often lecture about art. Gyakran tartok előadást a művészetről. And sometimes people say to me, I don't know much about art, but I know what I like. És az emberektől hallom azt, hogy azt mondják, hogy hát nem tudok túl sokat a művészetről, de tudom, hogy mi tetszik. They think this is an accomplishment. És úgy gondolják, hogy ez egy nagy eredmény. After long study and research, I have discovered what I like. Sok-sok tanulmány után végül ráébredtem, hogy mi az, ami tetszik. Yeah. I don't think it's even a human characteristic to know what you like. Én úgy gondolom, hogy ez lehet, hogy nem is igazából nem emberi tulajdonság, hogy tudod, hogy mi tetszik. How many of you bake bread? Hányan vagytok közületek, akik szoktak kenyeret sütni? Oh, that's not so. How many of you eat bread? Hányan esznek kenyeret? Ah, so, you see, you need to find things in common to talk about. Meg kell találnunk azokat a dolgokat, amikben megegyezünk, hogy beszélhessünk. You probably know that in order to bake bread, you need to use yeast. Valószínűleg tudjátok, hogy ahhoz, hogy kenyeret süthessünk, élesztőt kell használni. To use the yeast successfully, you have to know what they like. És ahhoz, hogy sikeresen használhassuk az élesztőt, tudni kell, hogy az élesztő mit szeret. I bake bread. Én szoktam kenyeret sütni. And I know that yeast like warm and wet and sweet. És tudom, hogy az élesztő szereti a meleg, az édes és a nedves környezetet. They do not like salt. Nem szereti a sót. If you give them salt, they're paralyzed. Hogyha megsózod, akkor így megbénítódik. But if you give them what they like, they are happy. Viszont, hogyha azt adod nekik, ami tetszik, amit szeretnek, and they multiply, and the bread gets big. Akkor megsokasodik, és ettől a kenyér
Meg kell. So the yeast cells know what they like. Az élesztő molekulák tudják, hogy mit szeretnek. So when you know what you like, úgyhogy amikor te is tudod, hogy mit tetszik neked, you have risen to the level of a one-celled asexual organism. Akkor akkor ezzel eljutottál az egysejtű molekulának a szintjére. But I don't think that's what God made you to be. De én nem hiszem, hogy Isten ennek teremtett téged. I think he made you to be a human being. Szerintem ő téged embernek teremtett. With characteristics far beyond your taste. Olyan tulajdonsággal, ami sokkal több, mint az, hogy mi az, ami tetszik neked. Being a Christian is not a matter of taste. Az, hogy keresztények vagyunk, az nem ízlés dolga. When I became a Christian, it was against my will. Amikor keresztény lettem, akkor ez az akaratom ellen volt tulajdonképpen. Because I didn't like very many of the Christians I knew. Mert nem tetszettek, nem szerettem azokat az embereket, akikről tudtam, hogy keresztények. And I thought, I don't want to be like that. That's not my taste. És azt gondoltam, hogy hát én nem akarok keresztény lenni, mert nekem nem ez az ízlésem. But I had to become a Christian because it's true. De azért kellett kereszténynek lennem, mert ez igaz. You see, that is the basic level of conversion. Ez a megtérésnek a szintje. Yeah, you shouldn't become a Christian because all the Christian people are so friendly and nice and they give me free food. Nem azért kell kereszténynek lenni, mert a keresztények annyira kedvesek és még ingyen kaját is adnak. But because it's true. Hanem azért, mert igaz. You shouldn't become a Christian because the Christian culture is the wealthy industrial culture. Nem azért kell kereszténynek lenni, mert a keresztényeknek gazdag és ipari társadalmuk van. And if I become a Christian, I will get funding and education and many possibilities. És hogyha keresztény leszek, akkor kapok támogatást, meg oktatást és sok más egyéb lehetőséget. With these motivations, no one really becomes a Christian at all. Ilyen motivációval igazából senki nem válik keresztényé. So we need to go back to humanness. Úgyhogy vissza kell térnünk az emberiség. Az emberi lét pontjára. To the basic truth of how things are. Az alap igazságokhoz, hogy hogyan működnek a dolgok. So in this second circle, I find some difficulties. A második körben van néhány nehézség. Én találok néhány dolgot, ami nehéz. The small difficulty is not everything seems to fit in that circle. Az egy apróbb nehézség, hogy van néhány olyan dolog, ami nem illik bele a körbe. What is the opposite of a river? Például mi az ellentét a folyónak? That's difficult. Ez nehéz. What is the opposite of time? Mi az ellentét az időnek? That's very difficult. Ez nagyon nehéz. I see your brains beginning to fry. Látom, hogy az agyatok kezd sisteregni. So some things don't fit. Úgyhogy néhány dolog nem illik bele. Also, if it is absolute, everything needs to fit. Viszont ha ez egy abszolút világnézet, akkor mindennek bele kellene, hogy illeszkedjen. Like kindness and cruelty. Például a kedvesség és a kegyetlenség is. Good and evil. A jó és a rossz. God and the devil. Isten és a gonosz. Life and death. Élet és halál. Being and nothingness. A lét és a nem lét. And various philosophers have considered each of these things very carefully. És különböző filozófusok nagyon mélyre menően ezt tanulmányozták. The one thing you cannot have in this circle is victory. Egy dolog viszont lehetetlen a második körben, az pedig a győzelem. Because victory destroys the balance and the harmony. Azért, mert a győzelem az lerontja az egyensúlyt és a harmóniát. I will say one quick philosophical thing to you. Egy rövid filozófiai dolgot hadd mondjak el nektek. You can ignore it if you're not interested. És hogyha nem érdekel, akkor csak hagyd figyelmen kívül. If a dualism is absolute and perfect. Hogyha a dualizmus abszolút és tökéletes.
it is necessarily static. Akkor ez szükségképpen statikus. If anything moves or changes, it is destroyed. Mert ha bármi elmozdul valamilyen irányba, akkor ezt az egyensúlyt lerombolja. Which means that the second circle is fundamentally the first circle. Úgyhogy tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a második kör az gyakorlatilag az első. The second circle is not so far away from us. A második kör igazából nincs tőlünk túl messze. It's come into our culture in various ways. Különböző módokon beszivárgott már a kultúránkba. For instance, the film Star Wars. Például a Csillagok háborúja. You have light and dark. Van a sötétség és a világosság. You have Luke Skywalker and Darth Vader. A sötét és a világos. Luke Skywalker és Darth Vader. And when the force is with you, there is uniting. És amikor veled van az erő, akkor a kettő egyesül. Luke Skywalker is Darth Vader. És akkor Luke Skywalker az igazából Darth Vader. Because Darth Vader is the father of Luke Skywalker. Mert Darth Vader az Luke Skywalkernek az édesapja. And there is a harmony. You see the second circle. Így van egy harmónia közöttük. Látjátok, hogy ez a második körbe tartozik. And there's also the first circle because the two become one. És az első kör is tulajdonképpen, mert a kettő egyesül. And when the force is with you, all is one. És amikor az erő veled van, akkor minden egy. And then there is a solution. És akkor ott van megoldás. Maybe I say a little bit about Christian film criticism. Hadd mondjak egy-két szót a keresztény filmkritikáról. Christians famously avoid thinking about cinema. A keresztények általában elkerülik a mozgóképet, a filmkultúrát. And we evaluate cinema and literature in terms of bathroom words, bedroom words, and blood. És annak alapján értékeljük a filmeket és az irodalmi alkotásokat, hogy van-e benne hálószoba jelenet, van-e benne káromkodás, és van-e benne vér. We evaluate films in terms of the appearance of sin in the films. Az alapján értékeljük a filmet, hogy valami bűn megjelenik-e benne. And we don't ask, is this film for this sin? Or against this sin. Kérdezzük meg, hogy a film vajon a bűn mellett vagy ellen áll ki. So if you see adultery in a movie. Úgyhogy ha a filmben például házasságtörés van. And all the people who commit adultery are happy and have good careers and success and are fulfilled by their adultery. És minden szereplő, aki a házasságtörést elkövette, boldogan él és sikeres a munkájában. Then the film is in favor of adultery. Akkor a film a házasságtörést támogatja. And I disagree. És én nem értek ezzel egyet. But if all the people who commit adultery have miserable lives and fail and have identity crises. De hogyha azok az emberek a filmben, azok a szereplők, akik elkövették a házasságtörést, nyomorultul érzik magukba, és ilyen identitásválságba kerülnek, és különböző kríziseken mennek át. And they are lonely and miserable. Egyedül vannak, és nagyon rosszul érzik magukat. Then the film is against adultery. Akkor a film a házasságtörés ellen van. And I agree with the film. És így a filmmel egyet tudok érteni. But there's the same amount of adultery in both films. Mindkét filmben ugyanolyan módon megjelenik a házasságtörés. But Christians famously say if there is adultery in the film, it's bad. A keresztények viszont általában azt mondják, hogy ha házasságtörés van a filmben, akkor az a film az úgy, ahogy van, rossz. How much adultery is in the Bible? Mennyi házasságtörésről olvasunk a Bibliában? Throw it out. Dobjuk ki. Don't let your children read it. Ne engedjétek a gyereketeket, hogy olvassa. You see, we become schizophrenic. Látjátok, ilyen skizofrének leszünk. We need to have the same worldview where everything fits together.
egy olyan világnézetre van szükségünk, ahol mind a kettő valahogyan összeilleszthető. And I think this is how we should look at the other two worldviews. És úgy gondolom, hogy így kell tekintenünk a másik két világnézetre is. Not in terms of our own taste, or do we see some problem? Nem az ízlésünk alapján, vagy hogy látunk-e benne valami hibát, but in terms of the basic principles, hanem az alapvető elvek alapján kell megítélni. What is original, what is false? Mi az, ami eredeti, és mi az, ami hamis? What are the problems of human life? Mik az emberi életnek a problémái? What are the solutions és of the problems? Megoldásokat találhatunk ezekre a problémákra. Now, I said yesterday I wouldn't say so much about the second circle because I don't know very much. Ugye, hogy tegnap már mondtam, nem beszélek túl sokat erről a második körről, mert nem tudok annyira sokat. And is it okay to move to the third circle? Jó, rendben van, hogyha esetleg a harmadik körre térünk rá. You have in the first circle the original perfection is a total unity. Az első körben az eredeti tökéletesség az az egységben van. We suffer because diversity has come into our experience. Azért szenvedünk, mert a változatosság beszivárgott abba a világba, amit megtapasztalunk. Salvation is to wake up out of the illusion into the original reality of perfect unity. Az üdvösség az pedig abban van, hogy felébredünk ebből az illúzióból, és újból megtaláljuk az eredeti tökéletességet. In the second circle, the original perfection is a perfect balance of equal opposites. A második körben az eredeti tökéletesség az az ellentétes, az ellentéteknek a tökéletes egyensúlyában van benne. We suffer because imbalance has come into reality. Azért szenvedünk, mert ez a tökéletes egyensúly felborult a valóságban. Salvation is to restore the balance. És az üdvösség pedig abban van, hogy visszaállítjuk ezt az egyensúlyt. When you meet people who are basically in these first two circles, amikor olyan emberekkel találkozol, akik az első két körben vannak, they might only be involved in various cultural manifestations. Lehetséges, hogy csak különböző ilyen kulturális gyakorlati dolgokban vannak benne, which might not be directly connected to the original realities. Mely által nem kapcsolódnak annyira a világnézetnek az eredeti valóságához. But this is true about people in the West. De ugyanígy igaz ez a nyugati ember. People think that they are Christians because they're born into a Christian culture. Sokan úgy gondolják, hogy keresztények csak azért, mert egy keresztény kultúrába születtek bele. I live in Switzerland. Például én Svájcban élek. If you ask a Swiss person if they are a Christian, ha megkérdeznél egy svájcit, hogy keresztény-e, they might say, I pay my taxes. Azt válaszolná erre, hogy hát én befizetem az adómat. The government provides religion for me. És az állam ezért vallást szolgáltat nekem. Look at my passport. It has a cross on it. Nézd meg az útlevelemet, még egy kereszt is van rajta. I am a Christian. Keresztény vagyok. There is logic, but deep misunderstanding. Logikus, de nagyon félreért valamit. Not only Western people are confused. Nem csak a nyugati emberek vannak összezavarodva. We are not worse than other people. Mi nem vagyunk rosszabbak, mint mások. Asians and Africans also get confused. Az ázsiaiak és az afrikaiak is összezavarodnak. And don't have a deep understanding of reality. És nincs egy mély megértésük a valósággal kapcsolatosan. So it can be very useful to try to go behind the cultural areas of taste and habit. Úgyhogy fontos lehet az, vagy hasznos lehet az, hogy a kulturális és felszíni ízlésbeli dolgok mögé megyünk. Into the basic human realities. Az alapvető emberi valóságba. So, shall we move to the third circle? Úgyhogy most rátérünk a harmadik körre.
This I will also decorate. És ezt is hadd dekoráljam ki. Father, Son, and Holy Spirit. Ez az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. This is the biblical worldview. Ez a bibliai világnézet. And we will look at it from two directions. És két szemszögből fogjuk megnézni. The first direction is the same as the first two circles. Az első nézőpont az ugyanaz, mint ahogy az első kettő kört megnéztük. We will observe and experience the reality in which we live. Megnézzük a környezetünket, ahol élünk. And we will ask, where might this have come from? Megvizsgáljuk és feltesszük a kérdést, hogy ez vajon honnan származik. What might be the background to this reality? Ennek a valóságnak vajon mi a háttere? This is called natural theology. Ezt természetes teológiának nevezik. We look at the creation and we learn something about the creator. Megnézzük a teremtett világot, és erről valamit következtetünk a teremtőről. And then the second way we will look at it is by looking in the Bible. A második nézőpont az pedig a Biblián keresztül. Which is a revealed truth. Mely egy kinyilatkoztatott igazság. The Bible tells us things about reality that we would not be able to discover by experience and experiment. A Biblia elmond nekünk a valóságról olyan dolgokat, melyeket nem tudnánk megtapasztalni azáltal, hogy ha csak megfigyeljük és megvizsgáljuk a környezetünket. Then we want to take these things that are revealed to us. És akkor vesszük ezeket a dolgokat, amik kinyilatkoztatott dolgok. And to see how they fit with the things that we experiment and can experience. És összehasonlítjuk, hogy hogyan illeszthető bele abba a világba, melyet megtapasztalunk. We want to see if what is revealed is a completion, a complement and fitting in to what we can find out. Tehát ami kinyilatkoztatott számunkra Isten, az vajon kiegészíti-e és beleillik-e abba a világba, amit magunk körül látunk. And that is a rather special way of understanding reality. És ez egy nagyon különleges módja annak, hogy megértsük a valóságot. So, experience and revelation. Tapasztalat és kinyilatkoztatás. In the first circle, in terms of Zen Buddhism, for instance. Az első körben, például a Zen buddhizmusban. In Zen, we have scripture. A Zennek van egy írása, egy szent írata. We have the sermons of the Buddha. Van Buddhának a prédikációi. We have the Heart Sutra, the Diamond Sutra, the Sermon on Vulture Mountain. We have various sermons of his. Szív sutra, gyémánt sutra, és. And they are very profound. És nagyon mély dolgok. Vannak ezekben. The Heart Sutra begins. Például a Szív Sutra így kezdődik. Here everything is nothing. Itt minden semmi. Beginning with the nothing of the five senses. És kezd az öt érzékszerv semmiével. And moving through the nothing of the six levels of consciousness. És a tudat hat szintjének a semmié keresztül megyünk tovább. That's the beginning. Ez csak az első rész. And then it goes on. És ugye aztán folytatódik. It's very much like the Gospel of John. Nagyon hasonlít például a János evangéliumához. In the beginning was the word was with God, and the word was God. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Yeah. The Bible is equally profound. A Biblia is hasonlóképpen mély. But very different. De nagyon más. In Zen, they say the scripture is a finger
pointing to the moon. Zenben azt mondják, hogy az írás, a szentírat, az egy új, amely a holdra mutat. When you look at the finger, the moon is out of focus and double. Amikor az újra összpontosítod a tekintetedet, akkor a holdat kettősnek látod. Yeah, if you point at that speaker, ha például rámutatsz arra and you focus on your finger, és az ujjadat nézed, the speaker is completely out of focus. Akkor a hangszóró az elhomályosul. Ezt nem látod tisztán. If you focus on the speaker, your finger is completely out of focus. Viszont hogyha a hangszóróra fókuszálod a tekintetedet, akkor meg az ujjad homályos. So they say the scripture points at the truth. Tehát az írás az igazságra mutat. And when you see the truth, you throw the scripture away. És amikor meglátod az igazságot, akkor kidobhatod az írást. That's a different understanding of scripture than we have. Ez egy teljesen másfajta gondolkodásmód, ami nekik van az írásról, mint ami a miénk. And it's interesting to find these things out, because if you talk with a Buddhist about scripture, és ez fontos, hogy tudjuk ezt a különbséget, mert hogyha egy buddhistával beszélgetsz a szent iratról, they will say, oh yes, scripture, we have scripture. Akkor persze mondani fogják, hogy igen, nekünk is van egy szent írásunk. But they have a very different idea about scripture. De nagyon más az elképzelésük a szent írásról. And you need to ask questions in love. És fontos, hogy szeretetben tedd fel a kérdéseket. You need not to assume that they are just like you are. És nem kell azt feltételezned, hogy ők hasonlóképpen gondolkoznak, mint te. You need to respect the fact that they might be very different. Tisztelned kell azt, hogy lehet, hogy ők teljesen máshogy gondolkoznak. And not to assume any commonality of understanding. És ne legyen az a kiinduló pontod, hogy egyféleképpen gondolkoztok. But to be interested and ask and to say, let me understand you. How do you think? What do you mean? Hanem legyen benned az a kíváncsiság, hogy kérdezd meg, hogy ezt hogy érted, mit gondolsz erről. So in the first circle, you have, if you have the paper, a list of things under the third circle. Úgyhogy ha nálad van ez a papír, akkor ott van már egy lista, amit oda felírtunk. And it starts with unity and diversity. A trinitarizmus alatt egység és sokszínűséget írtunk oda. And these are the same things we talked about in the first circle. És ez ugyanaz, mint amit már az első és a második körben megemlítettünk. In the first circle, they experienced unity and diversity. Tehát az első körben levők is megtapasztalták az egységet és a sokszínűséget. But they don't have revelation. Viszont nincs kinyilatkoztatásuk. They only have their own experience. Hanem csak a saját tapasztalatuk van. And so they conclude that the unity is the original perfection. Ezért azt a következtetést vonják le, hogy az egység az eredeti tökéletes. And the diversity is evil distortion. És a sokszínűség az pedig gonosz, amely lerombolja az egységet. In the third circle we have the Bible. A harmadik körben ott van a Biblia. And we experience both unity and diversity. És megtapasztaljuk az egységet is és a sokszínűséget is. As all human beings do. Úgy, ahogy minden más emberi lény. And the Bible tells us the original perfection is perfectly unified and perfectly diversified. És a Biblia azt tanítja, hogy a valóság az tökéletesen egységes és sokszín és tökéletesen sokszínű is ugyanakkor, tehát a kettő egyszerre igaz. The Bible gives us an original perfection that is one God. Azért, mert a Biblia Istenről azt mondja, hogy ő egy Isten. And three persons. És három személy. It isn't a unity
that expresses in three ways. Nem egy olyan egység, amelynek háromféle kinyilatkoztatása van. It isn't three gods who form a committee and unify themselves. Nem egy olyan, nem három isten, akik egy tanácsot alkotnak és így egységben vannak. It is originally both. Hanem eredetileg is both unity and diversity. Mm-hmm. Hanem eredetileg is az egység és a sokszínű az egység és a sokszínűség egyszerre igaz rá. One is not primary. És egyik sem fontosabb. They are both primary. Mindkettő ugyanúgy igaz. Mm-hmm. I give you a proverb I made up about God. Hadd mondjak el nektek egy példabeszédet, amit én találtam ki. You don't find it in the Bible. Nem találjátok meg a Bibliában. Yes. Not even in the book of second opinions. És még a second opinions. Yes. És a második vélemények könyvében sem sincs benne. God alone is God. Isten egyedül Isten. And God is not alone. És Isten nincs egyedül. I can hear it works in Hungarian. És ez működik magyarul is. It works in most languages. Legtöbb nyelvben ez elmondható. Dio solo e Dio e Dio non son solo. Latinul. Dieu seul est Dieu et Dieu n'est pas seul. Gott allein ist Gott und Gott ist nicht allein. It would work in Arabic. Although you could never say it about Allah. Ezt nem mondhatjuk el Allahról. You could say it in Arabic, but it wouldn't be true about Allah. Elmondhatnánk arabul ezt a mondatot, de ez nem lenne igaz Allahra. It's only true about the God of the Bible. Ez csak a Biblia Istenére igaz. If you say Buddha alone is Buddha. Ha azt mondod, hogy Buddha egyedül Buddha. Silence. Akkor utána Krishna alone is Krishna. Krishna egyedül Krishna. Silence. Csönd. Allah alone is Allah. Silence. Allah egyedül Isten, egyedül Allah és csönd. God alone is God and God is not alone. Isten egyedül Isten és Isten nincs egyedül. And he isn't not alone because of his creation. És ő nem azért nincs egyedül, mert a teremtett világ miatt nincs egyedül. He is not alone because of himself. Hanem saját maga miatt nincs egyedül. He has relationships among himself. Mert önmagában kapcsolata van magával. Mm-hmm. If Allah wants to talk to someone, ha Allah szeretne valakivel beszélni, he has to create someone to talk to. Akkor kell, hogy teremtsen valakit, akivel beszélhet. So he is dependent for his personal character on his creation. Úgyhogy a saját jellemével, tehát a saját jellemmel megismeréséhez kell teremtenie valakit. I will not worship a God who is dependent upon me. Én nem akarok egy olyan istent imádni, aki függ tőlem. The God of the Bible is independent of his creation. A Biblia istene teljesen független az ő teremtésétől. If he wants to talk to someone, he talks. Hogyha szeretne beszélni valakivel, akkor csak beszél. There is no space and no time, God is talking. Nincsen idő és és tér, és Isten beszélhet. He is a personal God. Ő egy személyes Isten. Not because I personally believe in him and he saves me personally. És nem azért, mert én személyesen hiszek benne, és ő személyesen engem megment. Do you remember your homework from yesterday? Emlékeztek a tegnapi házi feladatra? You will tell me who is Jesus Christ before you were born. Hogy meg kell mondanatok, hogy ki Jézus Krisztus. So I don't think we pass around the microphone so that you can say, but I would love to hear it from you. Nem hiszem, hogy körbeadjuk a mikrofont, hogy mindenki elmondhassa, de nagyon szívesen meghallgatom a válaszokat. Who is God before you were born?
ki Isten, mielőtt te megszülettél. Many Christians are taught to identify God in terms of themselves. Nagyon sok keresztényt arra tanítottak, hogy úgy definiálják Istent, ahogy ők according to themselves. In terms of themselves. A saját fogalmaik alapján. Mm-hmm. I am the center of reality. Én vagyok a valóságom középpontja. And the identity of God is, he is my savior. És Istennek az a személyisége, hogy ő az én megváltóm. He gets his identity from me. Az ő személyiségét én adom neki. He is a personal God because I personally know him. És ő egy személyes Isten, mert én személyesen ismerem őt. I am the center of reality. És én vagyok a valóságnak a középpontja. The basis of the truth of Christianity is my personal testimony. És a keresztény valóságnak az alapja az az én személyes bizonyságtételem. That is not true. Ez nem igaz. The basis of Christianity is the testimony of Jesus Christ. Mert a kereszténységnek az alapigazsága az Jézus Krisztusnak a bizonyságtétele. Which is true if I do not exist. Mely akkor is igaz, ha én nem létezem. So if we don't really know who God is, úgyhogy ha nem tudjuk, hogy ki Isten valójában, but we have a testimony of our faith experiences, és megvan a hit megtapasztalásának a, tehát a hitünk megtapasztalásának a bizonsága, then we are having faith in faith. Akkor tulajdonképpen a hitben hiszünk. And we enjoy our faith experience. És élvezzük a hit tapasztalásunkat, a hit and we testify to our faith experience. És testify. És a tanúskodunk a hit megtapasztalásának. But that's very fragile. De ez nagyon törékeny. Because my faith is very fragile. Mert az én hitem is nagyon törékeny. But Jesus is not. Viszont Jézus nem. I need to know more about Jesus than I know about my faith. Sokkal többet kell tudnom Jézusról, mint az én hitemről. So I hope I will be able to tell you some things about Jesus that will be very encouraging to you. Úgyhogy remélem, hogy mondhatok nektek néhány olyan dolgot Jézusról, mely nagyon bátorító lesz számotokra. So if the original perfection is both unified and diversified. Úgyhogy ha az eredeti tökéletességre igaz az, hogy egyszerre egységes és egyszerre sokszínű, then neither unity nor diversity are the cause of suffering. Akkor sem az egység, sem a sokszínűség nem oka a mi szenvedésünknek. Mm-hmm. Now, the next item takes a little bit long to explain, and I wonder, should we take a break before I start it, or do we wait until I do the second? Before? Okay, shall we take a break now? Úgyhogy most egy szünetet fogunk tartani, mielőtt a következő pontra rátérnünk. Jó van, tartsunk szünetet, és itt találkozunk bent 20 perc múlva, tehát 35-kor. Jó? 35. Kint a kávézó nyitva van, érdemes, továbbra is mondom, nem vásárolni a legbonyolultabb lattékat. Mosdó, meg minden, hajrá. 20 perc múlva találkozunk itt.